Böde Dániel vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Denke, dass wir endlich uns auch mal belohnt haben für einen ordentlichen Fußball, dass wir auch mal ein paar Tore erzielt haben, was uns in der letzten Zeit gefehlt hat. Végre sikerült néhány gólt dugnunk, ami az utóbbi időben nem sikerült, így azt mondhatom, hogy teljesen megérdemelt volt a győzelmünk. Ich denke, dass wir eine gute Raumaufteilung hatten, wir hatten eine sehr gute Organisation auf dem Platz. Nagyon jó szervezet volt a csapat, nagyon jól osztottuk fel egymás között a területeket. Und ja, auch im richtigen Moment wieder die Tore erzielt, das ist einfach wichtig, dass du dann auch Ruhe reinkriegst und dann das war wie so ein Brustlöser auch, das 1-0. És a legmegfelelőbb pillanatokban értük el a góljainkat, amikor az ellenfél már nem tudott válaszolni. Wir haben uns viele Torchancen rausgespielt gehabt, auch schon vor dem 1-0. Már az 1-0 előtt is nagyon sok gólhelyzetet alakítottunk ki. Aber wir brauchen zurzeit ein bisschen lange, um dann auch aufs erste Tor zu warten. De mostanában egy kicsit több időre van szükségünk ahhoz, hogy megszerezzük az első gólunkat. Ich glaube, für uns alle war das wichtig, dass man wieder mal das fühlt, wie sich so ein Sieg anfühlt, nach vielen Unentschieden. Azt hiszem, nagyon fontos volt mindannyiunk számára, hogy végre érezzük a győzelem ízét, a győzelem örömét. Úgy játszottunk, mint egy MB2-es csapat. Sajnos a játékosaim még mindig nem fogták fel azt, hogy veszélyes helyzetbe is kerülhetünk. Egy Ferencváros ellen egy lombard pápa nem engedheti meg magának azt, hogy 4-5 játékossal kevesebben legyenek a pályán. Die gelben Karten haben mich wieder ein bisschen geärgert. Sajnos a sárga lapok miatt egy kicsit bosszankodtam. Ja, David Matthäus hat den Ball und das Trikot geklemmt und ich glaube, dass der Schiedsrichter ihn falsch verstanden hat. Játékosunk David Matthäus eldugta a trikója meze alá a labdát, és úgy érzem, hogy a játékvezető félreértette ezt a mozdulatot. Weil er mit dem Ball Richtung da, wo die Auswechselspieler von Papa sich gedehnt haben, in die Richtung ist er gelaufen mit dem Ball. Mert úgy nézett ki, hogy a Papa cserejátékosai felé fut. Aber das war keine respektlose Aktion, sondern seine Frau entbindet in einer Woche. Azonban ez nem a tiszteletlenség jele volt, hanem a felesége egy hét múlva hozza a világra az első gyermeküket. Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich gesehen habe, dass man eine gelbe Karte bekommt, nachdem man einen Ball unter dem Trikot hat. Ez az első alkalom egész karrierem során és edzői pályafutásom során, hogy azért kapott valaki sárga lapot, mert elrejtette a labdát a meze alatt. Und vielleicht sagt der ungarische Fußballverband, sagt, wir nehmen die gelbe Karte zurück. És reméljük, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség belátja, hogy ez nem tiszteletlenség volt, és visszavonja a sárgalapot. Az öregnek az intelmeit, a mai fiatalok azok csak így arrébb sodorják. De aztán, amikor bajba kerülnek, akkor hoppá, megijednek, és háttal mennek kifelé a pályára. És abban meg általában nem győzelmek születnek. Nézzük meg a magyar fiatalokat, legalábbis az én tapasztalatom, erről múltkor már beszéltem. Hát nézzük meg egy Gorán Maricsot, aki egy keresztalak szakadás után hogy megy be a pályára, hogy küzd, hogy akar, mutatja, hogy mit kell csinálni, vagy egy Ársicsot, aki felet edzett ezen a héten, mert lázas volt még két nappal ezelőtt. A gondolkodás, a mentalitás, óriási differencia. In der letzten Zeit, wir haben gesehen, dass er ein bisschen was mit sich rumgeschleppt hat. Igen, úgy érzem, hogy az utóbbi időben egy kicsit nagy terhet cipelt magával. Und ich denke, dass viele natürlich jetzt auch erwartet haben, dass er vielleicht auch mal auf der Bank Platz nimmt. Sokan talán azt várták, hogy a kispadon fog majd helyet kapni. Aber ich sehe natürlich meine Spieler auch im Training und ich sehe, dass ihn das beschäftigt hat. Azonban az edzésen látom a játékosaimat, hogy hogyan dolgoznak. Vielleicht war es wichtig, jetzt auch diese Grenze von 10 Toren zu erreichen. Talán reaktanlig is fontos volt, hogy elérje a 10 gólos határt. Er war viel frischer heute, viel freier und ich glaube, dass er sich unglaublich viel vorgenommen hat. Sokkal frissebben, sokkal szabadabb mozgott, mint eddig, és nagyon sokat vállalt magára. Minden edző megrohadt pápán idézőjelben, minden edzőt kirúgtak idő előtt, azért, mert a játékosok így csinálnak. Majd jön a következő, az is megdöglik, hogy azt is kirúgják. Ez általában a magyar játékosoknak a mentalitása. Ez ellen nem lehet védekezni. Ha van 30 játékosom, akkor persze, akkor most. Ez meg volt nekem ősszel, és
gyönyörű szépen pöcködtem ki azokat a játékosokat, akik nem tették oda magukat. Ennek az eredménye volt a 23 pont. Meg a Magyar Kupa, továbbjutása meg a Liga Kupa. De ahhoz bő keret kell, egy ilyen létszámú kerettel, három fronton. Most jön hozzánk kedden Liga Kupa meccse a Fradi. Hát még a fiatalokat se tudom berakni, mert nincsenek. Hát volt a Bencel meg a Baldau Fit játszott ugye a Liga Kupa mérkőzésen, utána a Bencel játszott az IFI-be, kiállították, pofán vert az ellenfél játékosát, és egy hónapra eltiltották. Hát ilyen a magyar játékos mentalitása. Most ez ellen mit tudok csinálni? Nevelés.